Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást a mai rendhagyó sajtótájékoztatónkra. Sass Szabolcs, a Szociéta szelnöke és jómagam Török Zsolt, az MSZP szóvivője. Figyelmeztetni szeretnénk miniszterelnök urat a tavaly tavasszal elhangzott ígéreteire, illetve arra, hogy ezek az ígéretek kezdenek lassan elszállni. Ezek az ígéretek arról szólnak, hogy egyszerű, nagyarányú, radikális adócsökkentés lesz, ehelyett a saját adóikat csökkentették. A fideszes miniszterek, államtitkárok 2-300 ezer forinttal többet vihetnek haza a következő hónapokban, illetve már mától. Megígérték, hogy az embereknek fizetésemelést adnak ehelyett, nem hogy a fizetésük nem emelkedett, hanem csökkent a fizetésük. Megígérték, hogy most aztán hatalmas reformokba kezdenek, ehelyett a megszorítás politikáját alkalmazzák ismételten. Azt ígérték, hogy ők sokkal inkább a társadalom pártján fognak állni, ezzel szemben azt látjuk, hogy nem segítenek a devizahiteleseknek, pedig megígérték, hogy segítenek a devizahiteleseknek. Azt ígérték, hogy a benzin árát megállítják, az energiárát megállítják az országhatáron. Azt látjuk, hogy nem sikerült megállítani az országhatáron az energiaárakat. Azt ígérték, hogy az országnak sokkal nagyobb fejlődésre lesz lehetőség a következő időszakban. Azt látjuk, hogy egyelőre a fejlesztéseket tavaly évben leállították, és még nem indították újra. Leghamarabb fejlesztési pénzek 2012-13 körül tudnak megjelenni. Ezek alapján azt látjuk, hogy szépen lassan elszárnak a fideszes ígéretek. Miniszterelnök úr bizonyára ma este egy beismerő vallomással kezdi a beszédét. Miért is felejtette el az ígéreteit betartani, miért is nem tartja be az ígéreteit. Reméljük erre is sor kerül majd ma. Szabolcs, parancsolj! Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is önöket. A Szociétas, a baloldali ifjúsági társulánság azért jött ma ide ki, hogy tiltakozzon Orbán Viktor ígérete, nem tartott ígéreteivel szemben. És a 100 népnyúzó ígéretének ezeken a lufikon szimbolizáljuk, amiket szeretnénk a levegőbe elengedni. És ha Orbán Viktor ma reális beszédet szeretne mondani, akkor inkább egy gyászbeszédet kéne, hogy mondjon, mert amit ezzel az országgal művelt, az nem egy sikertörténet. Egyedül csak a pártrendszert próbálta meg kiépíteni, talán ez lehet az egyetlen sikertörténete. A Fidesz pártrendszerét építette ki Magyarországon, és a lakosság és a jövő generációnak a jövőjét ellopta. Köszönöm szépen, engedjük el a lufikat egyszerre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy eljöttél!